Szavasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délután, délutánon attól függően, mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Képzeld el, most öltözködök, ugyanis nemrég értem hozzá a munkából. Hol vagy? Mi van? Mit csinálsz? Ott van a Davis mögöttem. Szervusz! Ja, nézd mi a tévébe, a kász mi a tévébe. És de nem az az érdekes, képzeld el, hazajöttem, és nem más kaptam, mutatom. Egy csomagot kaptam! A címből most már biztos, hogy tudjátok, vagy tudtátok, hogy csomagot kaptam. Ugyanis én, ha jól tudom, vagy gondolom, megolvasom, ugyanis rá van írva, hogy mi van benne. De azt hiszem, hogy az van benne, ugyanis nehéz. Fidget spinner, ilyen pörgőizét, magyarul úgy hívják, nem pörgőizét, legalábbis azt mondtátok. Na ugye, kaptam, képzeld el, a múltkor mondtam nektek, hogy lesz egy ilyen sorsolás, úgyhogy a mai videóban, hogyha fidget spinner van benne, sorsolni fogunk, majd nem sorsolni fogunk a mai videóban játszani fogunk, de ki fogunk sorsolni, legalább egyet ki fogunk sorsolni, és bontsuk ki a csomagot. Izgatott vagyok. A Lucas nincs itthon, képzeld el, a szüleimnél van, és majd jön haza egy kicsit később délután. Megvárhatnánk, de gondoltam, hogy kibontjuk. Majd délután meglátja, vagy este, hogyha ugye hazajön, és neki is legalább meglepetés lesz. A Lucas nem tudja, hogy kaptunk csomagot. Várjál, ide lerakjuk a kamerát. Mit mondasz, Nyuszi, mit mondasz? A kár, ott az autó, látod, ott az autó, megy a tévébe az autó, az egyik kedvenc meséje ugye a Davisnek. Úgyhogy, letesszük ide a kamerát, amúgy épp, hogy csak hazértem, meg ebédeltem, megzonyoztam magam, és gondoltam, hogy bontsuk, együtt bontsuk. Na várjál, amit kitaláltam egy játékot, hogy fogunk sorsolni. Ide néz. Nyitom. Levél nincs benne levél. Azt hittem, hogy lesz benne levél, de levél nincs benne. Ilyen buborékos doboz, nem doboz, ilyenben van benne, ahogy látjátok. Egy pár darab. Van egy ilyen. Hány darab? Hányat kaptunk? Mondjál, kibontom őket. Van egy ilyen. Egy pár darabot kaptunk. Várjál. Meg van egy ilyen. Úgyhogy most bontsuk ki őket. És először is meg szeretném köszönni a csomagot. Ezt a csomagot nem másról kaptam, mint egy üzlet, egy ilyen cégtől kaptam, és van egy weboldal. Ezen a weboldalon meg tudjátok nézni ezeket a fidget spinnereket, meg mindenféle fajta dolgot, amit árulnak, és ők felajánlották nekem, hogy küldenek egy párat, és mutassam be a videóba, hát ha nektek is valamelyik megtetszik, és tudtok onnét rendelni, de én gondoltam, hogy kisorsolunk egyet, vagy kettőt ezekből. Mit mondasz, Nyuszi? Tehát a cégnek, vagy az üzletnek, nem tudom, hogy mondják magyarul, akinek meg szeretném köszönni, nem más, mint mutatom a telefonon, Magic Cube Mall. Várjál, amint ráfókuszál. Ez a weboldal, vagyis az üzlet, aki küldte nekem. Tehát, hogyha ide felmentek, körbe tudtok nézni, és amúgy a múltkor én ezt körbenézegettem, elég érdekes dolgot árult, tehát mindenféle fajta ilyen pörgőizéket, meg ilyen kockákat. Ezzel a szép színessel kezdjük. Ilyen szép dobozba jött, látod? Oda nézd! Opa, ki van szépen amúgy bélelve? Oda! Te! Itt a Davis is amúgy. Látod? Mutatjuk nekik. Te ezt nem pörgeted el, így rá kell rakni az ujjadra, és így lehet nézni. Amúgy elég jó, tehát nem az az olcsóbbik változat, hanem jó a minősége, elég nehéz. Tehát nem úgy néz ki, mint ami szét akarna ugye esni. Ugye tudom, hogy vannak ezek a fajták, ami szét akar esni a kezedbe. Ez a fajta, ez az első fajta. Szerintem jó, mutatom egy kicsit közelebbről, hogy néz ki. Ja, az a doboza, hogy a kamera rá fókuszál rendesen. Ez szép, ilyen csillagos. Ja, abban is van egy. Na várjál, ezt elrakjuk. Ez volt az első. Hogy melyiket sorsoljuk ki, azt még nem tudom. Ezt nézzük? Nézzük ezt, ez ilyen másfajta dobozban van. Nézzük ezt. Te! Ez nehéz. Ez még nehezebb. Oda néz. Ilyen sokágú. Ez nehezebb tartani. Hoppá, vigyázz az ujjadra. De lehet, látod? Lehet tartani. Ami tudom, hogy nem gyerekeknek való, még mielőtt valaki ideírja, hogy nem a Davisnek való. Tudom, hogy nem neki való, azért nem is kapja meg. Látod, hogy milyen szépen forog? Ez is szép, de nekem ez az első jobban tetszik. Aztán mutatom a következőt, amit kaptam. Várjál, beszizározom, nehogy véletlen a Davis elvigye. Oda nézzél, ez milyen szép. Ilyen szép színes.
Neked is tetszik? Ezt még te nem pörgetheted. Így megfoghatod, míg szét nem fog szétesni. Megpörgetjük, jó? Ez könnyebb. Ez nem olyan nehéz, mint a másik kettő, ez könnyebb. De ez is ilyen szépen pörög. Amíg tükköket én nagyon nem tudok felcsinálni. Azt várjál, ezt nem kaphatod meg. Egyiket sem, ugyanis ez még nem neked való. Na, volt ez. Ilyen szép színes. Aztán jön a következő. Melyiket? Ezt bontjuk ki, jó? Nézd, milyen dobozban. Ez ilyen papírdobozban van, ez egy kicsit így össze van gyűrődve. Ez egy piros! Oda nézd, milyen piros! Látod? Ez ilyen műanyag. Tehát ez még a másiknál is könnyebb, de jobban forog, meg könnyebb tartani. Látod? Ja, úgy! Lehet pörgetni! Nekem, ami eddig tetszik, aztán... Vicces, mi? Ja, nem rakjuk oda az ujjadat. Talán az első volt. Ez a kettő, amit mutattam. Ugye ez meg a csillagos. Ez a szép színű. Eddig. Aztán... Várjál, még van még kettő. Kivontjuk ezt. Ez úgy néz ki, látod? Mint egy töltény. Mutatom közelebbről. Töltényes. Na nézzük, hogy ez forog. Nehéznek nehéz. Ez könnyebben. Eddig ez forog. Hoppá, mi az ujjadra? Ez forog talán a legkönnyebben. Na, pörgesd. Ez forog talán a legkönnyebben. Úgy. Na, elég. Még a végén megsérül az ujjad. Aztán megyünk tovább. Az utolsó. Ez megint ilyen szép színes, ilyen aranyszínű. Oda néz. Ilyen szép dobozban van amúgy. Szép. Szép doboz. Sok minden van ráírva kínaiul. Várjál, kiveszem a helyéről, vigyázz, nagy elvágja, várjál, elvágja az ujjadat. Oda nézd, ez ilyen hegyes, mint a dobócsillag, ilyen hegyes. Na várjál, ezt is megpörgetjük, vigyázz az ujjadra, te ez ne nyugjál hozzá. Ez könnyű, ugye? Nem, te nem nyugodsz hozzá, mert megcsipi az ujjadat. Ez könnyű, ez nem olyan nehéz, mint a másik kettő, mondjuk ezek, ez nehezebb. Ez könnyebb és jobban pörög, mint a többi. Úgyhogy, ennyi. Ezt most elrakjuk, ugyanis nem a Davisnek való még. Dan, ennyi. Nem neked való még. Úgyhogy, most pedig játszunk. Az egyiket ezek közül ki fogjuk sorsolni. Ezt sorsoljuk ki, ezt a töltényeset. Ma meglátjuk, amelyiket sorsoljuk ki. Majd hazajön a Lucas, aztán neki is megmutatom. Egyelőre egyet ki sorsolunk. A nyereményjátékban részt szeretnél venni, semmi más nem kell tenned, mint mi a szokásosan fel kell, hogy legyél ide iratkozva erre a csatornára, és egy darab szeretést nyomni erre a videóra. A játék pedig nem más lesz, mint, hogyha felmentek erre a weboldalra, ugye ez a cég, aki küldte nekem ezeket a fidget spinnereket, ha felmentek, nézzetek körbe ezen a weboldalon, és írjátok meg, hogy a weboldalról legszívesebben mit választanátok. Ide a videó alá írjátok meg, hogy mit választanátok, vagy mit vásárolnátok. Valamilyen kisebb fajta játékot, vagy nagyobbat, és hát, ha legközelebb olyat fognak nekem küldeni, amit ki tudok sorsolni majd köztetek megint, és tudunk játszani. Most pedig nem másnak, mint visszapakolom őket, ugyanis újra átnéztem őket. Egy kicsit játszottam velük, már nem is tudom, hogy melyikbe megy. Talán ez megy ebbe, hogyha belefér. Várjál, amúgy valamelyik ilyen szép dobozban van, tehát ilyen fém dobozban, ahogy látjátok, valamelyik meg is ilyen papír dobozban van. Ez se rossz szerintem, de ez inkább olyan, kicsit olyan, nem tudom, olyan nagyon könnyű. Tehát nem az a nagyon-nagyon jó változata, már ez biztos, hogy olcsóbb mondjuk, mint ez. Nem azt mondom, hogy rossz, mert nem rossz, mert egész jól pörög, meg nem úgy néz ki, mintha szét akarna esni, de ez nem annyira... nehéz, meg nem tudom, másabb a tartása, meg a fogása, bár ez is jó, tehát ez is jó. Ez, nekem ez tetszik. Talán ez volt a legelső, amit kibontottam, látod? Ez a csillagos. Milyen szép színe van neki. Már másnak is szép színe van, de ez se csúnya, de nekem akkor is ez jobban tetszik. Meg ez a töltényes még talán. Látod? Milyen szép. Na minden, úgyhogy ezt most én elpakolom. Aztán nem más fogunk csinálni, mint valószínűleg, hogy kimegyünk az udvarra és játszunk egyet a Davisszel. Lehet, hogy biciklizünk. Ugyanis az idő, mutattam, hogy nem mutattam az időt, ugye? Nem mutattam az időt. Annyira izgatott voltam, hogy mi van a dobozban, de az volt a dobozban, amire számítottam. Oda néz, milyen az idő. Szépen süt a nap.
A csónak még mindig ott van kint. A héten végén nem sok mindent csináltunk amúgy vele. Egy kicsit megtakarítottuk az utánfutót. A víz amúgy most nagyon fent van. Ma ugye összeszedték megint a szemetet. Jöttek és összeszedték. Ugye most megint szép, tiszta ott a part. Ugyanis a hétvégén megint sok ilyen üveget meg mindent kihozott. Hétvégén általában ilyeneket oda szokott ugye tenni. Na minden. Úgyhogy én ezt most gyorsan elpakolom, és ha hazajön a Lucas, majd meglepem vele, ugyanis nem tudja, hogy kapunk csomagot. Kimentem a fókuszból, na visszajöttem. Hent, itt a kéz, na menjünk. Kinyitjuk az ajtót. Várj, nem érem el az ajtót, hogyha fogod a kezem. Na, most mehetsz. Gyorsan, megyünk biciklizni. Valószínű, hogy itt fogunk biciklizni csak a ház körül. Ja, ami le kell majd vágni a füvet, én azt hiszem, mert kezd hosszú lenni, ahogy látjátok, főleg ott hátul. Na mi helyzet, be kell hozni a kukást is. Ja, várjál, nyitjuk az ajtót. Nyílik. Aztán ott álljál meg. Majd én hozom neked, mert ott van leg hátul, jó? Ja, majd mindjárt kihozom, ott állj. Stay there for a sec. Azért mondom neki, hogy álljon meg, mert itt a születésnapi meglepetése ugye az autó. Várjál! Na! Tessék! Itt az autó, a bicikli. Ugye a születésnapja még egy 3 hét körülbelül. Merre megyünk? Arra felé a fűre, hátra? Na gyere, elmegyünk hátra, megnézzük, hogy mi van ott. Jössz? Mi van ott? A train! Ja, a train, a vonat, hoppá! Ugye ez olyan bicikli, nincsen rajta pedál. Ez inkább ilyen ráülsz és tolod magadat. Na, itt kell levágni a füvet. Kezd egy kicsit hosszú lenni. Ja, meg ott hátul. Na, merre megyünk? Oda néz, látod? Megint tiszta, szőrös. Most már le fogom filmezni valószínűleg, ahogy ígértem valamelyik este, kirakom ide a kamerát, hogy milyen állat jön ide, bár szerintem poszum. Én azt hiszem, aztán ki tudja, lehet, hogy macska. Na, erre megyünk. Csónakot meg kellene nézni, de azt mondom, hogy majd visszajövök. Mit mondasz? Na, hogy véletlenül lejön a Davis és leesik a lépcsőn, majd ide fel kell mindig rakni a kerítést. Valószínű, hogy következő 1-2 hétben ugye mindegy kicsit jobb idő lesz, és ki tud majd ide jönni egyedül. Itt megállunk. Stop de. Hozzáérkezett nem más, mint a Lucas Service. Na mi van? Tudod, mit kaptunk ma? Mi? Nem fogod kitalálni. Tudod, mi van itt a zsebembe? Nézd, 1, 2. Várunk egyenként nyitjuk. A Davis ottan hátul rohangászik, amíg visszabejöttünk, mert kint bicikliztünk egyet, és kibicikliztünk magunkat. Mit mondasz? Tudom csinálni ezt a szemben. Ja, de gyere, megmutatom, hogy milyeneket kaptunk. Oda néz. 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, hát kaptunk? 6-ot kaptunk. Én kivontottam őket, abban egy piros, én kivontottam őket, nekem legjobban tudod, melyik tetszik? Mi? Ez, oda néz. Oda néz, hogy pörög, látod? Neked melyik tetszik? Ez nagyon gyors megy. Ja, ez nem pörög olyan gyorsan, mint azt talán. Azért, mert lehet, hogy nehezebb. Tudom vinni ezt a szobámba gyorsan? Ja, majd elviheted a szobába. És a Davis-el el kell rakni, mert ugye még nem játszott fel, mert még pici hozzá. Elmentek a szüleim, már kapcsolok villanyt és bejövök ide. Még mindig nem csináltam meg ezt a sarkot, amit mondtam nektek. Amúgy nézd mit, nem én kaptam, Lucas kapta ilyen MMS, ilyen cukor. Csak ilyen dobozban, biztos, hogy van nálatok ilyen. Várjál, ráraktam a kamerát amúgy erre az állványra, és így legalább le tudom rakni a kamerát, mert próbálom így fordítani. Le tudom rakni a kamerát, meg tudok nektek mutatni dolgokat. Ilyen picit van benne, bár biztos, hogy van nálatok ilyen, látod? Aztán nem ezt akartam mutatni. Letöltöttem képzelően a telefonomra egy ilyen applikációt, és az öcsém mondta. Ez az applikáció nem más, mint szellemkereső. És az előbb megpróbáltam, 2 szellemet találtam itt a házba. Gondoltam, hogy lehet, hogy csinálok róla egy ilyen videót a legközelebbi videóba. Készítek egy videót a legközelebbi videóba, ami képzelően lehet még beszélgetni is. Én nem hiszem, szerintem csak egy ilyen játék valószínű, de várj, megmutatom, hogy működik neked gyorsan. Ott vagyok, látod, amit nem nézted a reklámot, ugye, mert nem ingyenes a program, de azért ingyenes. Ott vagyok én. Ilyen furán mutat, és hogyha látsz egy szellemet itt alul, egy ilyen valami van,
és minden radar, és csipog, és hova mész hozzá, akkor lehet vele beszélgetni. Az előbb akartam beszélgetni az egyikkel, de semmi értelmes dolgot nem tudott mondani. Na várjál, nézd, ott van, ott a szellem, itt mutatja. Most arra el kéne menni és megnézni. De most nem nézzük meg, de majd talán a legközelebbi videóval, hogy arra gondoltam, hogy kimegyünk lehet, hogy a semmi közepére megint, vagy a temetőbe. Aztán nézzük, hogy van-e szellem, vagy nincs szellem. Lehet, hogy vicces lenne. De nem is a legközelebbi, de majd valamelyik videóban lehet, hogy megpróbálkozunk be. Ha gondoljátok, bár most úgysem fogjátok megírni, mert ugye játék, ma játszunk és arra fogtok válaszolni, de... Na ugye, ma meglátjuk, hogy jövő héten, vagy utána héten, addig ide lerakom a telefonomat, visszalakom ezt a Smarties. Smarties-nak hívják, nem Smarties-nak. Minél, na minél, leteszem. Na, megnézte őket? Lukaszom, hogy ide kipakolta az összes, ez az összes spinnered, ugye? Melyik a kedvenced, melyik tetszik neked a legjobban? Várjál, jön a Davis, azt hiszem. Gyere be! Man! Mit csinálsz? Nerf gározunk! Boom! Hop! Na gyere ide! Na mutasd a kedvencedet te addig! Azt! Melyik? Ez! Ugye? Ez a csillagos neked is. Meg azt mondta, hogy ez. Az! Nekem is ez voltam ugye a kedvencem. De ez... Jól pörög, de a Lukasszal azt néztük, hogy tudod melyik pörög jobban, melyik volt az, ami a fekete dobozban, az a csapost, vedd azt elő. Vagy pedig ez a pisztolyos, nem a pisztolyos, hanem ez a töltényes, az pörög nagyon jó, meg az a csapos. Szerintem azért, mert nehezebb, nem? Kinézetre az a csillagos jobban néz ki, de pörgésre nem. Attól függ. Ha nem tudod, hogy melyikkel lehet jobb trükköket csinálni, a nehezebben vagy a könnyebben. Lukasz, melyikkel lehet jobb trükköt csinálni? Vagy tök mindegy, hogy milyen. Ha, én tudom csinálni ezt valamit. Mit? Ja, átdobni az egyből a másikba. Az úgy néz ki, mint az a csap, mint a csapról levették volna. Ja, szépen pörög. Amúgy láttam, sokan tudják dobálózni is, ide-oda, mindenfelé. Én max az orromra tudom tenni. Mit? Vagy, ja, óra, az a Lucasnek az órája, látod? Az Eltorot óra. Spider-Man-es. Játszunk. Hulk, ott a Hulk, ja, ott fent a falon, ott a Hulk, ott a Superman, a Batman, meg megint a Superman, meg ezek a figurák. Leesett, na gyere, elmegyünk és játszunk. Hol van a töltény belőle? Vagy nem a töltény, vagy minek hívják, amit beleraksz az elejébe? Superman, ott a Superman, ott a, látod az ágyon. Hol a töltény? Gyere, keressük meg a töltényt. Volt vagy olyan, nem tudom hány töltényünk, egy olyan... 10 darab biztos, hogy volt. Ha nem is 10, de 8 biztos. Egyetlen egy van, és az összes jellet lövöldözve. Bum bum. Már a Davis az töltény nélkül lövöldöz. Nem töltény, amit beleraksz ugye az elejébe. Neki, hogyha bummal, ugye akkor az már jó. Nem muszáj valamit kilőni belőle. Hol vagy? Aztán volt ez a másik. Hol van az a kapitány amerikás? Ez a, amit ugye magad elé raksz. Az a pajzs, nem? Vagy minek mondják? Mit? Mit mondasz? Hol raktad? Hol az a másik? Beristiano van? Valahol. Nem tudom, Davis eltüntette. De amikor a játékok mindig eltűnnek, meg előkerülnek. Mi? Felúsztad? Most már szépen fel tudja húzni. Aztán lehet vele bummolni. Bum, te, az kosárlabda, nem focilabda. Játszunk! Itt a Lukasszal még mindig ezeket nézegetjük. Nem még mindig, megint ezeket nézegetjük. És hiszed vagy nem, de ezek, például ez nehezebb. Ez az a töltényes, ez rettentő jó pörög, ugye? Azért, mert nehéz. Ez a csapány, ez a csapos. Az nagyon nehéz. Ez nehéz, és amúgy ezek lejönnek. Látod, ezt lehet erről csavarozni, és ez kijön belőle. Hogy miért, nem tudom. De ez nagyon jól pörög, meg az is. Hoppá, vigyázz, ne rakd össze, össze fognak érni. Ez kijön belőle? Adni. Ez is kijön, nézd, lejön ez a töltény. Ja, leveszjük. Ez? Talán ez a legkönnyebb. Ez amúgy ebbe itt van, mutasd nekik a csapányt. Nem a csapályát, a golyót. Ott van bent a golyó, látod? Ez még mindig olyan szép színes. Ez nem jön szét egyáltalán. Ez nem olyan nehéz, ez nem olyan könnyű, hogy a kettő között. De ilyen hangot ad. Aztán hol van az a másik a kedvencünk? Ez még mindig a kedvencem. Ez ilyen könnyebb, nehezebb, nem olyan nehéz, de nehezebb, mint a másik. Ez lesz egy jó thumbnail. Add egy picit. Jó van. Ilyen szép, színes, ilyen színjáltó, és nem tudom, hogy a kamerán mennyit lehet látni,
ami nem tud elvágni, mert nem hegyes, nem éles. Hopp! Ilyen gyorsan, látod, ilyen gyorsan tud pörögni. Hol voltam az a harmadik? Ez a csillagos, ez sem éles, ez is szép, de ez olyan, mint, opá, mint egy dobócsillag, mintha ninja lenni, aztán dobnál. Az a pont róla! A mi? Vagy kidadják a Kmart-ba is, olyan ninja spinnerek. Ninja spinner. Az a nevék, ez egy ninja spinner. Ahhoz nem ér. Hol volt a másik? Várj, hány van? Úgyhogy, mára ennyit, de még mielőtt befejezzük ezt a mai videót. Hogyha részt szeretnél venni ebbe a nyereményjátékot, semmi más nem kell csinálnod, mint fel kell, hogy legyél iratkozó, ugye erre, ide az Ausztrál Magyarul csatornára. Nem más nyomni, mint egy szeretést, egy lájkot ide erre a videóra, és ide a videó alá írd meg, hogy mit választanál, ugye milyen játékot erről a weboldalról, ahogy kaptam ezeket a fidget spinnereket, ide írd meg a videó alá, mindegy. Csak ha felmész, nézzél körül, és legközelebb, hogy ha választatok valamit, és véletlen kapok valami olyat, akkor ki fogjuk sorsolni, és valakivel ugye meg tudjuk osztani, vagy elküldeni neki. Úgyhogy, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, vagy szeretnénk kívánni, ahogy szoktam mondani, most ez ilyen össze-vissza lett. Na mindegy, sziasztok!